Szevasztok, én Máté vagyok, és üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Jelenleg itt vagyunk Rebivel Zadarban, Horvátországban, és a következő 4 napot itt fogjuk eltölteni. Úgyhogy ez a videó erről fog szólni, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velünk. Na hát a helyzet az, hogy ma hétfő van, és tegnap, azaz vasárnap este érkeztünk meg Budapestről ide Zadarba, és tegnap ugye már nem csináltunk semmit, mert nagyjából 10-11 körül érkeztünk meg a szállásra, de ma hétfő van, és még ahogy mondtam, csütörtökig itt leszünk, úgyhogy elég sok mindent meg fogunk nézni, meg tervezünk fürdeni, városlátogatni, hajókázni is, úgyhogy elég izgalmas lesz a túránk, remélhetőleg, és remélem, hogy látunk delfineket is. Na és hát az első utunk az az óvárosba vezetett, ami után most átjöttünk ide a Zadar melletti Borik nevezetű strandra, és itt fogunk fürdeni. Azt mondják, hogy ez a legjobb strand, ezzel jöttünk ide, és elvileg itt vannak éttermek, és lehet enni, inni, mulatni. És nagyjából, amivel minden kirándulásunk és minden nyaralásunk szokott kezdődni, az a kajálás, úgyhogy most is azzal kezdtünk, beültünk egy étterembe, ahol gyors benyomunk egy ebédet, burgerekkel kezdünk, aztán pedig fürcsi. És ami egy jó kis ebéd mellé nem maradhat el, az pedig a sör. Igazából a horvát kallóackó van benne, helynekembe kaptam, ettől függetlenül az íze az nagyon fajn. Egészség! Ez fasza! És hopp! Meg is érkezett a Western burgerem. Ebben is van minden finomság, és mellé egy jó nagy adag sült krumpli, úgyhogy jó étvágyat kívánok! Na hát jó reggelt mindenkinek, amint láttátok a tegnapi napunk az nem sikerült annyira nagyon tartalmasra, viszont egyébként nagyon jó volt, csak fürödtünk egész nap, és mire a végére értük, addigra a nap eléggé kiszívott minket, úgyhogy hazamentünk és inkább aludtunk, meg persze felkészültünk a mai napra, mert most már 8:30 van reggel, és 9-kor indul a hajónk, mert majd egy egész napos ilyen hajótúrára megyünk, ahol remélem nagyon sok videót tudok majd felvenni. És egyébként ez a túra innen fog indulni a Zadari Óváros kikötőjéből, és itt van ez a tengeri orgona is, amit megmutatok. Na és itt egyébként jobbra van tőlünk a kikötő, a part másik oldalán, ott van egy csomó kisebb, nagyobb hajó, és itt, ahol jelenleg is vagyunk, itt van ez a híres Zadari tengeri orgona, és ez itt végig a part mellett található, elég hosszan lépcsők vannak itt kialakítva, és a lépcsők alatt, illetve mellett ilyen furatok vannak teljesen le a vízig, és ez generálja a hangot, ahogy szépen a hullám bemos a part alá, így ezek a hangok generálódnak. Remélem lehet jól hallani. És hát van olyan személy, aki egy kicsit közelebbről is meg akarja hallani.
Na hát Zadartól nagyjából egy 3 órás hajóútra. Most megérkeztünk egy szigetre, ahol mindjárt belebújunk a vízbe, utána pedig egy 1,5 óra múlva kajálunk. Elindultam a sziget másik oldalára, ahol már megnéztük, nagyon meredek és nagyon ilyen sziklás, köves, kavicsos, de hát ott több hal van is, tehát csak halljuk, hogy mi a helyzet. Most fejeztük be az ebédet, hát ilyen grillezett makréla volt, illetve ilyen répa, krumpli, meg káposzta volt a salátában, és ez volt nyakon öntve szerintem ilyen balzsamecettel, aminek egy ilyen enyhén sajkás íze volt, egyébként nagyon finom volt, meg szolgáltak fel mellé bort, fehér bort, illetve narancslevet is, hát én az utóbbit választottam, ugyanúgy, mint Rebi is, majd este iszunk sört. Na és amiről még nem is beszéltem, viszont úgy gondolom, hogy érdemes szót ejteni, azok az árak. Nem tudom, milyen volt ezelőtt itt Horvátországban, amikor még elvileg olcsóság volt, de most, hogy gyenge a forint, amúgy is nagyjából 1 eurója 400 forint körül van, így azt gondolom, hogy nem a legolcsóbb itt az élet Horvátországban, bár nem is a legdrágább. Úgyhogy hát nyilván a nyugattól azért olcsóbb, mint például Németországban, hogyha Brüsszelbe mennénk el, vagy akármelyik más országba. De például, hogyha Magyarországot vesszük, és onnan is a Balatont, akkor úgy gondolom, hogy azzal meg nagyjából így egy árban van, és hogyha számolnunk kellene, hogy melyik éri meg jobban egy balatoni nyaralás, vagy egy horvát nyaralás, akkor szerintem emellett döntenék, nagyon-nagyon sok szempontból jobb. Nem jobb, inkább másabb, mint a Balaton. A közlekedésről még annyit, hogy mi egyébként itt Zadar, nem nagyon a belvárosba, mondhatni a külvárosba foglaltunk egy apartmant, és innen Uber segítségével jutunk be minden nap a város közepére, és ez a szerintem a legfőbb, meg a legjobb közlekedési eszköz, hogyha ezt az Ubert választjuk. Ez ugye majdnem ugyanaz, mint a taxi, csak itt magánszemélyek szállítják az embereket, és ugyanígy van a Bolttal is, annak is van egy saját alkalmazása, például mint az Ubernek is, és akkor ott szépen beírjuk az applikációba, hogy hol vagyunk és hova szeretnénk menni, és kiad egy járat, és meg utána látjuk is, hogyha lecsap rá egy sofőr, és szépen érkezik értünk. Úgyhogy közlekedésből ez a legolcsóbb közlekedés, talán a tömegközlekedésen kívül, és szerintem ez a praktikusabb választás, hogyha itt Zadarban vagyunk, és nem autóval jöttünk persze. És ez volt a hajótúránk utolsó állomása, most már irány vissza a hajóra, és indulás Zadar! És visszaértünk. Woohoo! Irány csavarogni.
Na és ide értünk az óváros szélére, ahonnan meg fogjuk nézni a naplementét, és beruháztunk egy-egy nagyon finom sörre. Az enyém egy nagyon jó kis krusovice, Revi pedig egy Summersbyt fog inni, és már is bontom, és egészség. Hú, de jó ideg.